márka, márka, rokolyámnak elszakadt a ránca. Lengesd, uram, a gyermeket, hadd menjek a táncba. Több száz népviseletbe öltözött hagyományőrző vonult fel tavaly Bonyhád belvárosában. Idén, augusztus első szombatján még többen lesznek. A 34. alkalommal megrendezendő bukovinai találkozások fő helyszínére ugyanis minden korábbinál több, 5 ország 36 fellépő csoportja fogadta el a meghívást. A két napon át tartó gasztrokulturális fesztivál szervezése már hónapok óta tart, mostanra pedig minden másodpercet alaposan előkészítettek a házigazdák. Magára a fesztivál programjaira itt Bonyhádon pénteken, illetve szombaton 4-én és 5-én kerül sor. Pénteken 16 órakor a Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével kezdődik a fesztivál, majd 17 órakor itt a rendezvénytéren, a szabadtéri színpadon a hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a műsor, ezt követően a folklor műsorra kerül sor. Nagyon sok népdalkör, illetve néptánc együttes lép fel. Az említett nagyon nagy jelenkezés és érdeklődés miatt már pénteken is megkezdjük a fesztivál műsorát, nem csak szombaton lehet majd látni a fellépőket, ezért már péntektől a kezdéstől várunk mindenkit szeretettel. A város és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett idén a Magyarságháza is csatlakozott a szervezők sorába. Emellett a két napon át tartó rendezvények lebonyolításában mintegy 100 önkéntes is részt vesz. A vendégeket folklor műsorok mellett szabadtéri kiállítások, a gyerekeket pedig népi játszóház várja, és természetesen gasztroélményekkel is készülnek Bonyhádon. Minden egyes fesztivál a gasztrokulturális élmények is fontosak. Itt is egy olyan széles kínálattal készülünk, ami remélem, hogy mindenkinek az elégedettségére fog szolgálni. Mindenki megkóstolhatja a hagyományos ízeket, a bukovinai székely hagyományos ízeket, hiszen a Kisdorogi Egyesületnek köszönhetően idén is lesz olyan gasztrosátor, ahol ezekben a hagyományos ételekben, például a máli bele lehet kóstolni, de természetesen minden más rendelkezésre fog állni. A 34. bukovinai találkozások augusztus 4-e és 6-a között zajlik majd. A hazai rendezvények fő helyszíne pénteken és szombaton ezúttal is a Völgység fővárosa Bonyhád lesz. A kísérő rendezvényekre pedig vasárnap a szomszédolás keretében kerül sor. Akkor 8 település várja majd a vendégeket. A program sorozathoz idén Bátaszék, Cikó, Gara, Kakasd, Kégy, Somberek és Tevel is csatlakozott.